Ellenfelével és a hideg miatt fagyos talajjal is megküzdött, és 1-0-ás győzelemmel zárta a Tiszakécske elleni ünnepi bajnokit a DVTK labdarúgó csapata. A 113. születésnapját ünneplő Miskolci együttes a találkozó legelejétől kezdve fölényben játszott. Alig engedte ki térfeléről ellenfelét a csapat, de a sok lehetőség ellenére nem sikerült tovább növelni a gólok számát. Ám a küzdeni akarásra nem lehetett panasz, a mérkőzés pedig jól jellemzi, ahogyan a találkozót követően a hazai szakvezető értékelt. A 3 pont mellett annak örül nagyon, hogy a fagyos talajon nem történt sérülés. Megadták a módját a diógyőri szurkolók csapatuk ünnepnapjának, gyönyörű tűzijáték köszöntette a 113. születésnapot. Ehhez a tiszteletre méltó évfordulóhoz pedig a stadionban a piros-fehérek már a legelejétől domináns támadójátékkal járultak hozzá. Ezen a bajnokin mutatkozott be a szurkolótábor előtt az egyik új igazolás, Medgyes Sinan. Ő és társai ezen az estén az ellenfél mellett az időjárással is nagyot küzdöttek. Szembetűnő volt, hogy nem tudja útját állni a diógyűri rohamoknak a vendégcsapat. Támadás építésre, akciók vezetésére nem volt lehetőségük, a DVTK kézben tartotta a találkozót. Bár a házigazda beszorította ellenfelét, az esetenként 5, de olykor 6 játékossal is egy vonalban védekező Tiszakécskét nem volt könnyű feltörni. Szintén nem segítette a támadó focit a teljesen átfagyott jeges pálya, de a hazai nyomás Lukács 33. percben rúgott 11-esével góllá érett. A második félidőben is csak DVTK lehetőségeket láthattak a találkozót megtekintők, de a kecsegtető lehetőségek ellenére sem esett újabb találat. De ami igazán számít, győzelemmel járult hozzá a csapat a születésnaphoz, és a megszerzett 3 ponttal már 5 pont az előnye a bajnoki tabellán a Diósgyőrnek. Egész héten arra készültünk, hogy semmi nem zökkenthet ki minket attól a mentális koncentrációból. Ez többnyire nagyon sokáig sikerült is, azt gondolom. De viszont a támadó csapat részsel elégedetlen vagyok, mert ott viszont többet vártam, hogy az átmenetek azok jobban fognak ülni, abból lesz egy-két olyan szituációnk, helyzetük, hogy meg tudjuk tartani a labdát, de most ezen a mérkőzésen ott nagyon gyengék voltunk. A találkozót követően a hazai szakvezető is megosztotta gondolatait a mérkőzésről. Kuznyecov Szergej szerint ilyen pályán elsősorban a harciasság és a koncentráció hozhat sikert. Ezt megoldották játékosai. Nagyon-nagyon sokat nem lehet itt értekelni a játék minőségre, mert ahogy elmondtam, a talaj az teljesen át volt fagyva is, és lehetetlen volt szerintem kitámasztásokat, megállásokat, beindulásokat csinálni, de mégis a csapat nagyon ügyes végig vezette ezt a mérkőzést, és sikerült aratni ilyen fontos győzelmet. Én véleményem szerint inkább játszanánk 2-3-szor hetente jó pályákon időben, hogy mint most őszintén nincs főtés, teljesen szét volt fagyva a pálya. Szerintem úgy, ahogy játszottak a srácok, az egy nagy dicsőséget érinti őket, mert mégis megpróbáltak futballozni, mégis megpróbáltak helyzeteket alakítani, voltak kis helyzetek, de lehetett végig hallani a stoplikot, hogy kaptak a ilyen betonpályaszerűségen. És ilyenkor a csapatok minőséget kiegyenlíti, szóval főleg azok, akik védekeznek, azoknak mondjuk úgy könnyebb dolguk van, mint azok, akik támadnak, mert sokkal pontosabb, sokkal jobb játékot kell mutatni a támadó csapatnak ahhoz, hogy gólt tudjon elérni. Sokat nem szabad elemezni ezen a játékon, mert tényleg az, hogy sérülésen mentesen tudtunk és győzni is tudtunk ezen a meccsen, ez a legfontosabb volt számunkra. Nehéz. Ez egy olyan dolog, hogy mondjuk, hogy kosárlabdában vagy kézilabdában nem játszhatnak jégen, mert csúszni fognak. Ugyanez itt is szinte jég volt az egész talaj. Itt nem lehetett, nem mentek bele a stoplik, nem ment be semmi. Szóval mi értünk meccs előtt, és a srácok közben is mindig nem tudtak, hogy igazából milyen cipőbe is menjenek, mert nem fogta. A fő az nagyon kicsi, a talaj az még át van teljesen fagyva. Ilyen körülmények között pedig talán még értékesebb a megszerzett 3 pont. Tettük fel a kérdést a csapat középpályásának. Igen, sajnos ez a téli időjárás nem kedvezett a játéknak és a talajnak. Nagyon meg volt fagyva a pálya, és ez miatt a kitámasztások sokkal nehezebbek voltak. Több időbe tellett, nagyobb ívbe kellett kanyarodni, hogy ne csúszunk el, hogy még nagyobb bajba ne kerüljünk, de azt gondolom, hogy a csapat
jól alkalmazkodott hozzá, végig uraltuk a mérkőzést, kicsit talán szerintem nagyobb arányban is nyerhetünk volna, de az a legfontosabb, hogy zsebünkben van a három pont. Ilyen esetekben 100%-ban ezen a tényen van a hangsúly, vagy ilyenkor is figyelembe kell venni, hogy sok helyzetet dolgozott ki a csapat, de újabb gólt már nem sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy az ilyen meccseken azon van a hangsúly, hogy meglegyen a három pont, amit sikerült is véghez vinnünk. Persze mindenki jobban örült volna annak, hogyha ez több góllal sikerül megnyernünk ezt a mérkőzést, de ez most nem így volt, de azt gondolom, hogy ezért is három pontot adnak, ami a legfontosabb, és lépkedünk tovább, amit mi elterveztünk. Egy pillanatra elvonatkoztatva a talajtól, okozott bármilyen meglepetést az ellenfél, vagy a tervek szerint alakult a játék? Azt gondolom, hogy azt kaptuk az ellenféltől, amit vártunk, hogy mélyen beálltak védekezni. Próbáltak egy-egy szituációra rákoncentrálni, hogy abból talán a kontrából tudnak veszélyes szituációkat alakítani. Ez szerintem nagyjából egyszer sikerült az első fél időben, volt egy ilyen lepattanó labda a 16-osokon belül, de azon kívül szerencsére nem tudtak olyan támadást végigvinni, amivel nekünk gondot okoztak volna, úgyhogy azt gondolom, hogy minden a terv szerint haladt. Nyilván szeretünk volna több gólt rúgni, de egy sikerült, de azzal is sikerült megnyernünk a mérkőzést. Egy jól sikerült közös edzőtábort követően a második tavaszi győzelmét könyvelhette el a csapat. Mindkét esetben kétség sem férhetett ahhoz, hogy jobb volt ellenfelénél a Diósgyőr. Miben lépett előre korábbi önmagához képest a csapat? Még jobban sikerült elsajátítanunk mindent, amit a stáb kér tőlünk. Mindenre fel vagyunk készülve, bármilyen rendszerbe tud játszani az ellenfél. Mindenre megvannak az utasítások, hogy mikor mit kell csinálnunk, melyik zónákba kell támadnunk, hogy kell felbontanunk a felállt védelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez látszik is a csapaton. Sikerült is ma is helyzeteket kialakítani, most a helyzetkihasználás nem volt az igazi, de talán lehet, hogy a pálya is sokszor közbeavatkozott, hogy nem sikerült úgy kitámasztani a lövés előtt, ezért a lövések nem úgy sikerültek, de mindenféleképp előlépést látok a csapaton, még tudatosabb, mint ősszel volt. Ősszel is már sokat léptünk előre, de most szerintem ezt télen még jobban sikerült végrehajtanunk. Ezekben a folyamatokban már sokkal nagyobb játékperccel, sokkal meghatározóbb játékosként vesz részt Bertus Lajos is. Ahogy ideigazoltam Diósgyőrbe, úgy nyilván nem annyi lehetőséget kaptam, mint amennyire számítottam. Nem is úgy sikerültek ezek a meccsek, ahogy én ezt elvártam magamtól, de most már azt gondolom, hogy talán sikerült kiharcolnom a helyem a csapatban, és azon vagyok, hogy ez így is maradjon, és minél jobb játékot tudjam segíteni a csapatot a jobb eredmények elérésében. A születésnapi győzelem után vasárnap lép majd újra pályára a csapat, a tabella 6. helyén álló Ajka otthonában.